Újabb ösztöndíj programot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A lehetőséggel a sürgősségi ellátásban dolgozók élhetnek. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár elmondta, a Magyar Rezidens Szövetség által is üdvözölt ösztöndíjak célja, hogy itthon tartsák az orvosokat, és egy olyan orvosgenerációt neveljenek ki, amelyik elhatárolódik a hálapénz elfogadásától. Korábban nagy számban hagyták el a fiatal orvosok hazánkat, ezért idén harmadik alkalommal hirdették meg a Markusovszki ösztöndíjat, mely a fiatal orvosoknak fizetésükön túl havi 100 ezer forintot biztosít a szakorvosi vizsgájukig, vagyis általában 6 éven keresztül. A lépés meghozta eredményét, a 2011-es adatokhoz képest fele annyi rezidens, a végzettek 20%-a hagyja csak el az országot. Most 36 millió forintos kerettel Gábor Aurél program néven újabb ösztöndíj lehetőséget jelentett be Szócska Miklós államtitkár. Sürgősségi szakorvos jelölteknek egy 200 ezer forintos ösztöndíjat nyújtottunk, akik a mentőszolgálat keretében helyezkednek majd el a végzésük után. A szakorvos jelöltek régóta vártak a támogatásokra. Rettentően jól esik, hogy vannak ezek az ösztöndíjak. Szerintem, aki megpályázza, az csak nyerhet azzal. Én itthon szeretnék maradni, itthon szeretnék dolgozni, magyar gyereket szeretnék gyógyítani, úgyhogy egyértelmű, hogy nagyon örülünk neki. A Markusovszki ösztöndíj 550 rezidensnek, a Kán Károly 20, a Méhes Károly és Gábor Aurél ösztöndíj program pedig 15-15 főnek ad új lehetőséget. Dénes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke üdvözli az eddigi lépéseket, azonban fontosnak tartja az életpálya modell mielőbbi megvalósítását is. Amikor már szakorvosok lesznek és nem kapják az ösztöndíjat és esetlegesen a jelszakmás pótlékot, és a bérük a felére csökken, akkor mihez fognak kezdeni? A Heinpál gyermekkórházban jelenleg 16 rezidens dolgozik. Nagy Anikó főigazgató is megerősítette, az ösztöndíjak elősegítik az orvosjelöltek itthon maradását. Az utánpótlás nevelés szempontjából rendkívül fontos, hogy ezek az okos és tetrekész fiatalok itt maradjanak az országban, és itt maradjanak a kórházunkban. A most meghirdetett Gábor Aurél ösztöndíjra január 3-áig jelentkezhetnek a rezidensek.